Hello nézők! Emlékeztek még a City Interactive-ra és a Budget gyöngyszemeire? Na igen, elég nehéz elfelejteni, hiszen a rossz PC játékok sorozat által talán az eleinte elképzelhetően nagyobb visszhangot kaptak a játékaik annak idején. Mindez nagyon-nagyon régen volt már, de arra gondoltam, hogy a nosztalgia jegyében én újra előszedném a manapság már CI Games néven futó cég szekrényéből a csontvázakat, és egyszer mind átfuthatnánk az összes releváns játékukon. Persze már jóval korábban a Lemon Interactive-os időkben volt pár emlékezetes durrantásuk, például a Nina egy ügynök naplója, és annak ellenére, hogy a 2004-es úgymond porondra kerülésüktől a Sniper Ghost Warrior-ig eltelt időszakban volt meg annyi más próbálkozásuk is, én mégis megmaradnék az FPS műfajnál, és azon belül is három fő kategóriát szeretnék elkülöníteni. Ezek közül kettő a City Interactive két fő irányvonalának számító II. Világháborús Battlestrike, illetve a Modern Military vonalat követni próbáló Terrorist Takedown sorozat. Illetve még meg fogjuk nézni az ezeken kívülálló teljesen háztáji próbálkozásokat, mint például a Code of Honor sorozatot, az Armed Forces Corp és hasonló úgymond standalone címeket, illetve a City által elkészített úgynevezett kéretlen folytatásokat is, amelyeket aztán tényleg az égvilágon senki nem kér, de mégis megkaptuk őket. Zárásként pedig szó lesz egy kvadrológiáról, aminek egyes részének kiadásáért a City volt a felelős, és a fejlesztőjük is ismerős lesz már korábbról. Ez a három témakör három külön videót jelent majd, elsőként nézzük meg azt a sorozatot, amivel voltak épp elindult minden, következzen a Terrorist Takedown sorozat. Terrorist Takedown sorozat 2004-ben indult útjára az azonos nevű játékkal, amelyet nyugodtan egy kalap alá vertünk a 2005-ben kiadott folytatással, aminek Terrorist Takedown Payback a címe. Ezek a játékok egyfajta rail shooter koncepciót vonultatnak fel, az első rész 14, illetve a folytatás 10 küldetésén keresztül kell a szerény grafikával elénktárt közel-keleten rendet tennünk különféle fegyverek mögött állva. Relatíve változatos fegyvernemeket használhatunk, helikopter minigunja, Humvee gépágyúja, tüzérségi löveg, avagy követőrakétás terepjáró mögé kerülünk majd, illetve Párizsban két lábon guggoló egyszemélyes légvédelmi állásként kell megvédenünk a légteret. Mindkét játék meglehetősen egyszerű alapokon nyugszik, a végtelen lőszer mellett egyedül a fegyverek túlhevülésére kell odafigyelnünk, az összes ellenséges egységet jelzik ormótlan nagy piros négyzetekkel, meghalni pedig elképesztően nehéz akármelyik pályán is játszunk. Maga a célzás és úgymond irányítás igazából teljesen rendben van, responszív minden, nem akad a célkereszt egyáltalán. Ami esetleg problémás lehet, az a helikopteres részeknél az, hogy nem mindig fordul irányba a heli, illetve a tüzérségi ágyú lomháb irányítását, célzását és a találatok realisztikus kvázi késedelmét meg kell szokni. Az egyetlen pálya, amit igazából végül feladtam, az ez volt, mikor továbbra is egyszer magamnak kellett volna minden helikoptert lelőni, ez itt szerintem elvi lehetetlenség. A játék talán leginkább videójátékra emlékeztető részei azok a helikopteres pályák, amikor a rail shooter mi volt, ha szakítva teljesen szabadon irányíthatjuk a helit. Itt lehet emelkedni, ereszkedni, fordulni, oldalazni, minigun mellett pedig még missile kemes rakétákat is kilőhetünk. Igazából egy teljesen basic, de funkcionáló helikopter irányításról van szó. A játék legnagyobb problémája viszont szimplán csak annyi, hogy borzalmasan unalmas. Persze egy ilyen koncepcióval nehéz is lenne megváltani a világot, de néha még önmagához képest is nagyon-nagyon ellaposodnak egyes pályák. Mikor a Humvee-vel sokáig csak haladunk előre, akkor ezek a percek örökké valóságnak tűnnek. Amikor a helikopterrel be kell várni a konvojt, legszívesebben nekiállnék takarítani, mert még az is izgalmasabb ennél. Te nekem már nincs idő! Isten, nekem már nincs idő! A játék hozzá még budget játékhoz képest is pofátlan amúgy, hiszen az említett 14, illetve 10 pályát kevesebb mint 1-1 óra alatt bőven lehet teljesíteni. Főként talán amiatt, mert vannak olyan pályák, amelyek nettó játékideje maximum 1 perc. A grafikát és audiót illetően a környezethez hasonlóan sivár minden, ezúttal még olyan nagyon meghökkentő dolog sem történt a végigjátszás során, ami talán említésre méltó az az egyszeri tűrhető skybox, ez a textúráktól teljesen mentes daru, vagy ez a fene gyerek kollega, aki lazán nekiállt fejjel lefelé repülni a helikopterével.
Talán érdekes még a játék debug módja is. Játék közben beírtam, hogy tips, ami után az F-gombbal lehet a framerate-et megnézni. Emellé olyan funkciókat hoztam be teljesen véletlenül, mint a wireframe megjelenítése, egy másik gombbal pedig a pályán található összes mozgó entitáson keresztül lehet lépkedni, így közelről meg lehet csodálni az ellenfeleket, már hogyha épp tudni akartátok, milyen az élet egy terrorist takedown-beli gyalogos szemszögéből. Ennél többet nagyon nem lehet elmondani ezekről, igazából még mindezt meghallgattátok, már három pályát végig is tudtatok volna játszani. Ha valaki nagyon ki szeretné próbálni ezeket, akkor a Discord szerverünk letöltései között megtalálja a szükséges infókat hozzá. Rail Shooter után áttérünk az igazi FPS-ek területére, illetve a Terrorist Takedown sorozat egyetlen nem háztáji fejlesztésére. Ez a 2005-ben megjelent Terrorist Takedown Conflict in Mogadishu, magyarul Mogadishui konfliktus néven futott. Pedig az eredeti OG címe az volt, hogy Army Ranger Mogadishu, a fejlesztője pedig a kanadai Jarhead Games. A játék európai forgalmazását bonyolította le a City, így került ez a játék is a Terrorist Takedown családba, egyfajta fekete bárányként. Van is okuk irigykedni rám úgy, hiszen akár hiszitek, akár nem, a Conflict in Mogadishu még a sorozat jobb darabjai közé tartozik. Annak idején egyszer már végigjátszottam ezt, és úgy maradt meg emlékeimben, hogy ez azért nem annyira vérlázítóan borzalmas, de az emlékek ugye hajlamosak megszépíteni a dolgokat, szóval lássuk, mi is igaz ebből. Korabeli Jarhead hagyományhoz híven ez a játék a Litec Jupiter motort használja, legyen akár mekkora trágya egy játék, a Litec motoros címek engem mindig is valamilyen kellemes bizselgéssel töltenek el. Azért vannak kivételek. A játék a kelet-afrikai Szomáliában játszódik, az ország fővárosa címben szereplő Mogadishu, és itt, illetve ennek környékén fogunk amerikai rangerként agresszíven demokratizálni mindent. Két küldetés között általában ezen a bázison találjuk magunkat, ahol az épp elérhető fegyverekkel tudunk rugósbeket céltáblákra lőni, illetve megpróbáltak egyfajta élő mozgó bázist elénk tárni azzal, hogy itt kardióznak a kollégák, a helyi NATO-sok szigorúan néznek egymásra, illetve a bázis két japán katonája is illedelmesen köszönt minket. Mint ötlet, ez a bázisos dolog nem annyira rossz, egy apró hiba van ezzel kapcsolatban, csak mégpedig az, hogy ennek totálisan semmi értelme nincsen. Mármint, hogy egynél többször itt legyünk. Ennek ellenére, mint mondtam, a legtöbb küldetés után bejön ez a rész, ahol mindig csak annyi a dolgunk, hogy elfussunk a helikopterig. A játékban az FPS részek mellett találhatóak rail shooter szakaszok is, pont egy ilyen helikopteres minigunossal indít az első küldetés. Ez szerintem az egyik legjobb reklám a Terrorist Takedown első két részének, hiszen ezek a részek annyira vérszegények és ha lehet még unalmasabbak, mint az előző címekben, hogy én azon kaptam magamat, hogy visszasírom az előző két játék pályáit. De nagyon is érthető, hogy van ilyen a játékban, a korszellemnek megfelelően ezek a részek kihagyhatatlanok. De például a jeepes részeknél meghalni már korán sem akkora nagy kihívás, már akár normál fokozaton is. Egy pluszpont a játéknak, hogy itt bizony van nálunk medikit, szám szerint 5 is, de na jó, erről mindjárt bővebben. A játék fő FPS-es részéről szót ejtve, hogy elképzeljétek, a Mogadishu FPS játékélménye nagyjából az első és a második Marine Sharpshooter között van. Sarkos, darabos és robotikus, bár korán sem annyira, mint az első Marine Sharpshooter, de semmiképp sem élvezetesebb, mint a második rész. Szerencsére a célzás itt is kiválóan működik, nem akad a célkereszt, a fegyverek odalőnek, ahova célzol. Ennek ellenére az animációk meg a harc annyira... hát nincs rá jobb szó, egy darabos. Eleve az M16-osunk maximum Burst Fire üzemmódban tüzel, de az például dicséretes, hogy lehet a tüzelési módok között váltani, és ennek külön animációja is van, és a fegyveren is meglátszik. Ugyancsak van Iron Sight-os célzás, ami szintén meglepően jól használható, akárcsak a gránátvétő az M16 egyik variációjánál. A Spez 12-es shotgunon lepődtem meg leginkább, mikor véletlenül ezen is be tudtam kapcsolni a félautomata üzemmódot, fegyverek terén sok mindenre gondoltak Jarheadék, legalábbis ennél a játéknál. Egyes fegyvereknek van konkrét távcsövük is, ami a widescreen felbontás miatt ugyan elcsúszott, de egy pálya kivételével még így is használható volt. Tudunk gránátokat is dobni, amelyek egy picit szintén darabosan repülnek és működnek, de legalább hatásosak. A
társaink nem különben, ugyan tudunk nekik nagyon-nagyon basic parancsokat osztogatni, de erre egyáltalán nem lesz szükség. Alapból követtek minket, néha még el is állnak az utunkból, és tényleg meglepően hatékonyak. Az egyik küldetés kétharmadát szintisztán az ő segítségükkel vittem végig, mert 2 HP-n maradt, medikit már nem volt nálam, és így is teljesíthető volt a küldetés, bár korán sem mondanám élvezetesnek. Talán ez a medikites mizéria játék legirritálóbb aspektusa, minden küldetésre 5 medikitet kapunk, ezt kell beosztani. Alapból elég bénán céloznak az ellenfelek, de ha betalálnak, akkor kemény százalékok szakadnak le a HP csíkunkból. Ezt tudjuk enyhíteni 5 alkalommal. Külön felvető medikitek nincsenek a pályákon, a társaiknál ellenben van lőszer, és hiába van náluk több medikit is, ezeket csak magukon fogják használni, az önző gecik nem adnának egyet a 2 HP-val és kilógó belekelcsoszogó osztag parancsnoknak. Maguk a pályák nagyban emlékeztetnek a Marine Sharpshooter 2 sivatagos afrikai falvas pályáira, mínusz a folyamatos mesterlövészkedés. Igazából csak annyi a dolgunk, hogy a térképen a különböző checkpointokat kövessük és lelőjünk minden ellenfelet, akit látunk. A gameplay, mint mondtam, nem vérlázítóan szar, sőt, helyenként teljesen elfogadható élményt nyújtott, viszont ez a játék sem menekült meg a budget játékok legnagyobb rákfenéjétől, ez is javarészt nagyon-nagyon lapos és unalmas. Az utolsó pályákon viszont kicsit feltekerte a kihívást a játék, itt a pálya elején meglepődtem, hogy flashbanget dobtak ránk, ilyennel eddig nem találkoztam. Még nagyobb volt a meglepődés, mikor rájöttem, hogy ez ugyan nem flashbang, hanem így jelzi a játék, hogy egy RPG-vel telibe találtak. És ez volt az a pillanat, amikor inkább váltottam egy őskori felbontásra, hogy legalább a scope rendesen működjön, így a következő pályán a sólyom nem csak végveszélybe, hanem 4-3-as képarányba is került. Pont ekkor tehát gondolkoztam azon, hogyha már Afrika, akkor nagy zicsert hagynának ki, hogyha nem lenne benne egy Black Hawk Down-os küldetés, ami igazából az utolsó pályákon teljesült is. Ez egy nagyon budget megvalósítású szakasz lett. Nem tudom, lehet, hogy megfelelő zenével ez jobb lesz, próbáljuk ki. Ez még így sem az igazi. Ez a nappali védekezés úgy ér véget, hogy egy szoborrá merevedett szanitész próbálja kimenekíteni a rezonáló pilótákat, majd jön ugyanez a helyszínén már éjszaka, ahol végül szó szerint csak annyi dolgunk van, hogy ne maradjunk le a konvoj mögött, majd a játék véget is ér. Ezt most vágatlanul, de egy helyen kicsit felgyorsítva láthatjátok is. Good job, guys. Akármennyire szinten aluli volt ez a konflikti Mogadishu, mint mondtam, ez még így is a Terrorist Takedown sorozat naposabb oldala. Nem egy arcpirítóan szégyenteljes alkotás ez, valahol érezni, hogy ezt egy picit komolyabban vették, mint a többi Budget City-s alkotást, egy picit több fejlesztői szeretetet véltem felfedezni a játékban, de ugyanakkor ezt nem konkrétan a City fejlesztette, ez lehet a játék szerencséje. Sajnos ilyen szerencse nem mondható el a dzsungeles duóról. A 2006-os Terrorist Takedown War in Colombia, magyarul háború Kolumbiában, már teljes mértékben a City Interactive háztáj fejlesztése, és ez volt az első nagyobb játékmotorbeli előrelépés. A Chrome Spec Force című játékmotorját használták fel, és ez a motor mint olyan eleve nagy nyílt területekre volt specializálva. Ez a City-s budget elvek mentén persze csak annyit jelentett, hogy a képzeletbeli cső egy picit szélesebb volt a szokásosnál, de a linearitás szinte egy az egyben megmaradt. A War in Colombia dél-amerikai dzsungelekben játszódik, ahol egy drogkartel felszámolása a célunk. A widescreen felbontás miatt néz ki ilyen furán a radar, de ezt valahogy sikerült teljesen figyelmen kívül hagynom. A scope és Iron Sighters célzás szerencsére működik gond nélkül. Az első igazán irritáló dolog a játékban az megint az úgymond darabosság.
Hiába volt folyamatos 60 FPS a játék során, valahogy az animációk és maga a karakterünk mozgása folyton FPS dropokra engedett következtetni, amelyek persze nem voltak, csak azt az érzetet keltették. A játék szinte minden pályája annyiból áll, hogy a pseudo nyílt játéktéren követjük a térképen elhelyezett checkpointokat és mindenkit lelövünk, nagy ritkán dolgokat kell felrobbantani, illetve vannak elvétve járműves részek is. Maga a gameplay sajnos nagyon-nagyon vérszegény. Az ellenfeleket eltalálva semmiféle feedbacket nem kapunk. Nem arról van szó, hogy igényelném a hitmarkereket, de legalább egy minimális véreffekt lenne, mert anélkül az ellenfelek félig merev rongybaba fizikája meglehetősen bénán néz ki. A játék kétféle nehézségi szintet ajánl fel, könnyűt és nehezet. A nehezet nem mertem kipróbálni, a könnyű viszont tényleg iszonyat kihívástalan. Rengeteg medikitet találni, az ellenfelek lövései szúnyogcsípésnek hatnak, az egyetlen gyors módja az elhalálozásnak az, ha egy telepített géppuska elé kerülünk. Ennél a játéknál megfigyelhető már most a City Interactive Asset újrahasznosítása, ez az ágyú például a legelső Terrorist Takedown játékokból került át ide. Nem mondom, hogy ez egy feltétlenül rossz szokás, hogyha mértékkel csinálják, de később láthatunk még erre példákat. A játék kampánya egyébként valami 15 pályából áll, amit annak idején végig is vittem, ezúttal nem volt elég türelmem hozzá. Ennek az egyik ok az, hogy a játék továbbra is meglehetősen unalmas és repetitív. A dzsungeles téma nem egy rossz ötlet, viszont aki játszott már a Soldier of Fortune 2 dzsungeles részeivel, az tudja, hogy mi a legnagyobb gond ezzel. Az ellenfelek kamuflása rendszerint marha jól működik, és rengetegszer van az, hogy na most honnan a francból lőnek rám. A második ok, amiért nem játszottam végig a játékot, az az instabilitás. Persze nem muszáj widescreen felbontásban játszani, de az alkalmankénti crashelések mellett az ötödik pályát például nem volt hajlandó betölteni a játék. Azt hittem először, hogy a negyedik pálya végével van a baj, de mikor később megpróbáltam külön elindítani az ötödiket, akkor sem jártam sikerrel. Szóval ugrottam egyből a hatodikra, ahol ez a teherautó kísérgetős rész fogadott, a legelején ezekkel a robosztus pálmafákkal kell eltorlaszolni az utat, úgyhogy egy C4-es raksz rájuk, no comment. Mikor szabaddá vált az út, a teherautó padlógázra kapcsol és engem kedvesen hátrahagy, köszi. Később páncélosok jelennek meg mögöttünk, amiket elvileg ezzel a gránátetővel kellene hatásra állítani. Az elsőt sikerül is, de a második látszólag halhatatlan, és be is akadt, úgy nézem, marha jó a kézifék a teherautón. Most nem tudom, hogy itt rá kéne ugrani a platóra és akkor indul el, de közvetlen a lövésekbe ugrani nem egy életbiztosítás. Oké, csak elindult. De aztán később megint így összeakadtak. Rendben, nosza, ugrás a platóra, lehasalok és mehet tovább a lövöldözős rész. Végül sikeresen bugmentesítettük a dolgot. Stop firing! He's your friend! Hold your fire! Stop firing! He's your friend! Na, és ez az a pont, amikor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de nem, ennyi bőven elég volt. Nem hinném, hogy a játék maradék felében történne olyan, amit nem láttunk eddig. A dzsungeles duó második tagja pár hónappal később megjelent Terrorist Takedown Covert Operations, magyarul titkos hadműveletek, ami látszólag ugyanaz a játék, de a felszín alatt egy jóval alattomosabb ördög bújik meg. A Covert Operations az eddigi City-s játékok legkényesebb, legérzékenyebb, leginstabilabb darabja. Natívan Windows 10 alatt elindítva perceken belül kikressel, aminek állítólag egy Java hiba az oka, mert hogy valamiért Java nyelven is van programozva, nem értek hozzá, de ez nagyon furán hangzik. Az, hogy az azonos motor ellenére a Warren Columbiában használt widescreen felbontás nem működik megfelelően, az már csak havatortán. Megpróbáltam Windows 7-es virtuális gépen is, ahol stabilabb volt, viszont a második küldetést itt sem töltötte be. Fórumokat átböngészve sok helyen olvastam azt, hogy a játék képtelen a páratlan számú pályák után a következő küldetést betölteni, ami ismét egy bizarr anomáliának hangzik, de sajnos valós is. Mindezen kudarcok után egy Windows XP-s virtuális gép volt a megoldás, itt stabilabb volt, nem crashelt ki annyiszor, de a widescreen felbontással már nem is próbálkoztam.
Kár ezekért a technikai szarakodásokért, hiszen a játék a War in Colombiához képest már a legelején jóval akciódúsabbnak és változatosabbnak tűnik. A Covert Operation sztoria az előző játék eseményei után játszódik, mikor a drogkartelt már sikeresen jegeltük, éppen mennénk eltávra, de a repteret megtámadják további zsoldosok. Már itt a legelső pályán használhatjuk a gránátvetőt, helikopterre meg tankokra lőhetünk rakétavetővel, aztán egy egész bázis is ki kell takarítani. Szóval jóval pörgősebb az akció, legalábbis itt a legelején. A romok között viszont minden egyes bujkáló ellenfelet le kell lőni, és valamiért ez a játék még ízin is jóval nehezebb az előzőnél. A második pályán egy piramis tetejéről kell sniperkedni, meg ismét egy helikoptert lelőni. Ezen a részen zavart leginkább az alacsony FOV, amit a Kolumbiában meg lehetett még oldani, de itt sajnos esélytelen volt. Arra még emlékszem annak idejéről, hogy a későbbi pályákon igazi Rambo hangulat is előkerült egy számszeri használata által, viszont ezúttal nem jutottam tovább a harmadik pályánál. A néhányszor még így is előforduló crash-eket még elnéztem volna, de a harmadik pálya végén sikeresen softlockolta magát a játék, a pickup platójára kéne felugrani a küldetés befejezéséhez, na én ezt próbálgattam pár percig, aztán feladtam, ahogy az egész játékot is, ne haragudjatok, de a War in Colombiára már elhasználtam a türelmem nagy részét. Istennek, mert nincs idő! The driver's dead, Jake! You fucked up! Mission over! Nagyon haragszom egyébként erre a két játékra, hiszen koncepció szintjén teljesen jók ezek egy budget címhez. A dzsungeles téma nem volt annyira népszerű annak idején, úgyhogy ha dzsungeles akciót szerettél volna, ami nem a vietnámi háborút dolgozza fel, akkor elég kevés játék közül választhattál. De ezt a két játékot nagyon elcseszte a City. A grafika szintén tűrhető lenne egy 2006-os budget címhez, különösen a korábbi játékaikhoz képest egész látványos a különbség, viszont játékmenet tekintetében továbbra is iszonyatosan basic minden, és ami még rosszabb, érződik rajta, hogy nagyon lélektelen az egész. Ezt nem tudom jobban megfogalmazni, simán csak üresnek és műanyagnak éreztem ezeket. A technikai problémák sem javítottak a dolgon, de megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem egyikünk sem maradt le semmi egetrengető újdonságról vagy jelenetről a két játék későbbi küldetéseinek kihagyásával. Két évvel később, 2008-ban jött az újbóli engine váltás, és ezzel a Terrorist Takedown 2 Navy Seals. Ezúttal Jarheadék bevált Lithtech engine-jének az akkori legmodernebb változata, a Fear által elhíresült Jupiter EX pörög a játék alatt. Az intróból megtudhatjuk, hogy 2007. november 28-án a terroristák újfent lecsaptak, nem tudom pontosan mire gondolt a játék, tény, hogy aznap nem sokon múlott egy New York állambeli school shooting, illetve Pakisztánban is szükségállapotot hirdettek ki. Nem, ez egy sima túsz szituáció valahol a Közel-Keleten, ami nem Pakisztán. Jaj, de fura ez a menüzene. Egyszerre borzalmas, de valahol mégis értem, hogy miért gondolták úgy, hogy ez jó lesz ide. Az biztos, szerintem biztos vagyok benne, hogy nem lopott, mert... Miért vagy benne biztos? 30 ezer forintért vette a egyik ismerősöm. Ránéztél arra a biciklire? Mit néztem rajta? Hogy mennyi az értéke körülbelül? Én nekem, hát most láttam. És ki az ismerősöd, aki megvette? Ez itt főhősünk Snyder százados és két csapattársa, igazi téglarcú amerikai katonák, velük fogunk túszokat kimenekíteni elvileg. A grafika egyáltalán nem vészes úgy általánosságban, bár ezek a hihetetlenül kihangsúlyozott árnyékok, ez fixen a Jupiter EX motor sajátossága. A Terrorist Takedown 2, illetve a többi Jupiter EX-et használó City-s játékban az kelti a legdurvább képzavart, hogy egy látszólag igen látványos, szép fényefektekkel bíró, egyszerűen jól kinéző pályákon játszunk, de a karakterek és animációik nagyon amatőrök. Ez volt a War in Colombiánál is amúgy, hiszen maga a Chrome Spec Force Engine nem volt csúnya a maga idejében, de itt a még jobban kinéző engine-nél ez még inkább kirívó. A Terrorist Takedown 2 nyilvánvalóan sokat merített az akkoriban nagyot menő modern Call of Duty játékokból. A medikítés téma itt már a multi, a COD 2-ben debütáló regeneráló HP rendszer van itt jelen. Katonai szimulációhoz mérten rendszeresek a rádióbeszélgetések, folyamatosan változnak a céljaink, sőt átvezető jelenetek is vannak a pályákon. A korábbi címekhez képest a szinkron mindenképp jobb, bár továbbra sem túl hiteles, de legalább a szöveg tisztességesen és többé-kevésbé hihetőre van megírva. A játék lényegi lövöldözős része, nos, elég ambivalens érzéseket váltott ki belőlem.
A legjobb újítás kétségkívül a jobbra-balra kihajolás és maga az animációja. Ez fasza, immerzív, hiteles és meglehetősen hasznos is. Eközben könnyen tudunk mozogni is akár, szóval ez tök jó, hogy belekerült. A fegyverek használata és érzete már sajnos más téma. Az egyik gond az, hogy sokszor a fegyverek sima célzással pontosabbak, mint Iron Sight-tal, illetve mintha az egérgomb lenyomása és a konkrét lövés között lenne egy fél másodpercnyi késleltetés, ami nagyon bizarr. Szokható, de mindvégig éreztem, hogy mintha valami nem lenne teljesen rendben ezzel. Ez különösen tetten érhető az MP5-ösnél, ahol a célkereszt előbb remeg, mint hogy lőne a fegyver, de maga az Iron Sight animációja is full darabos, akárcsak az újratöltési animok. Pár dolog azért meglepett, hiszen egy City-s játékban nem számítottam olyan apróságokra, mint például, hogy van lábunk, vagy egy meganimált létramászás, akkor is elég furán néz ki, vagy hogy guggoláskor másképp tartjuk a kést. A másik sarkalatos téma a lőszer kérdés. A pályák általában nem rövidek, előbb-utóbb el fog fogyni a kezdőfegyverünk lőszere, ilyenkor felvetjük az ellenfél fegyvereit, viszont ezekhez látszólag teljesen random, hogy mennyi lőszert veszünk fel. Van, amikor 30-at, de van, amikor csak 3-at, és így amikor felvetted 3 ellenfél fegyverét, konstatálhatod, hogy van összesen 9 lőszer nálad. Ez az utolsó pályákon rendkívül kínos pillanatokat eredményezett, volt, hogy gránátokkal kellett már kinyírnom mindenkit, vagy ezzel a futurisztikusan kinéző automata pisztollyal, ami ugyan volt már a Chaserben is, de nem tudom, hogy ez mennyire volt közkedvelt, vagy egyáltalán elérhető ilyen mennyiségben a Közel-Keleten. Mindenesetre főhősünk nagyon szereti ezt a fegyvert, ami abból is látszik, hogy a fegyversimogató animáció a tervezetnél szerintem jóval sűrűbben előjön. Mint mondtam, a gyenge animációk a környezet fényében tűnnek ki a sorból, és ezt meg kell hagyni Citynek, hogy a helyszínek többsége tényleg korrektül néz ki. A fényárnyékhatások tűrhetőek, egyes részek kifejezetten ütősek, például ez a ventilátoros terem, vagy ez a sziklás rész, bár nem tudom mennyire reális egy ilyen hatalmas pálmafa. A lövéseknél viszont már kicsit túltolták a dolgot, sokszor brutálisan agyon van ez effektezve, minden szikrázik, alig lehet néha látni, hogy mi történik beltéri tűzharcok során. Audiotéren is fura a helyzet, egyrészt a zenék meglepően jók, egyes helyeken az ambiens is a helyén van, a fegyverhangokra nem nagyon akarok panaszkodni, az ellenfelek is kiabálnak, beszélgetnek, a halálhangok is rendben vannak. Azt nem tudtam csak hova tenni, mikor a katona Joey Tribbiani is kiáltással rohant felém. Viszont ami az egész játék során jelen volt és az őrületbe kergetett, az a rendszeres hangbeakadás. Nem az FPS korlát hiánya miatt van ez, lehet, hogy a modernebb hardware az oka valahogy, de nagyon nehéz volt olyan részeket kivágni a felvételekből, amikor nem akad be épp egy hang sem. Salim, how much further to that damn village? Soon, sir, soon. First we get through this quarry, village is on other side. It better be. Az úgymond sztorit illetően a legelső pályán egyből bejön a képbe egy öngyilkos merénylő, a második robbanó autót pedig nekünk kell megkeresni. Ez a rész elég furán lett megvalósítva. There's the truck. Gotta take the driver out. Az előző pályán megmentett Salim segítségével jutunk el a helyre, ahol a túszokat kvázi fogva tartják, és igen, itt is vannak telepített géppuskás részek, amelyek sajnos kár, hogy ilyen rövidek, mert ezek egész tűrhetőek lettek. Akárcsak a barlangokban, vagy ezen az úgymond nyitott területen való kommandózás is tök jó, akkor is, hogyha még csak nem is próbálták rejtegetni, hogy ez mennyire lineáris valójában. Akármennyire terrorista terrorist takedown, a játék nagy részében amerikai zsoldosok lesznek az ellenfelek, akiknek a vezetője hasonló gonosz akar lenni, mint a Call of Duty Shepard ezredes. Mivel Salim is áruló és mindvégig ellenünk dolgozott, fogságba esünk és innen indul a húzavona a terroristák és az úgymond gonosz amcsi parancsnok között. De mindenek előtt még POV megver minket az egyik fogvatartónk.
Elég felelőtlen a fickó, látszólag meg se voltunk kötözve, oké. Ezen a pályán ismét meglepett a City, ugyanis sosem gondoltam volna, hogy lesznek lelőhető lakatok a játékaikban. Így találtam rá erre az elég bonyolultan fekvő támaszozó fogolyra például. A társaink által megsegített menekülés után a kövi pálya korszellemnek megfelelően egy lopakodósnak tervezett rész. Stealth, dammit! Stealth is crucial here! If he sees what's going on, you won't ever get him! Lehetőségünk van ajtók alatt benézni a túloldalra a kis kamera segítségével. Nem tudom, miért tették ezt bele, hiszen ahogy az elvárható, a küldetés lopakodós mi volt az első percben már megy a kukába. Ezután jön a hatodik és egyben utolsó pálya. Igen, hat pályából áll csak a játék, de nem kell nagyon aggódni, hiszen a hatodik küldetés kb. A játék egyharmadát teszi ki. Közepes nehézségi szinten játszottam végig a játékot, de ez a pálya volt az, ahol a halálok 90%-a történt, itt valamiért nagyon bekeményített, mondjuk mindig ugyanott fognak megjelenni az ellenfelek, szóval úgymond tanulható a dolog. Az első szakasz vége felé visszatér a gyilkos kisbusz. No comment. A lőszer hiány a palotás részben píkelt, itt volt az, amikor 6 meg 9 lőszerekkel bonyolultam tűzharcokba. Ez a palot egyébként valami hihetetlenül óriási, ezekből a csarnokokból van vagy 5, de mindegyik ugyanúgy néz ki kb. A fő ellenfelet persze teljesen antiklimaktikus módon öljük majd meg, ezután találkozunk a kvázi gonosz parancsnokkal, a játékbeli átvezetők során mozogni és lőni nem tudunk, úgyhogy itt a szerencsém múlt, hogy nem lőttek le. A legutolsó szakaszon megmentjük végül a túszokat is, találkozunk karatézó ellenfelekkel és szűk klaustrofóbikus alagutakkal. A túszok végül meglettek, majdnem elfelejtettem, hogy konkrétan ki kell őket szabadítani a kötésből. Itt gondolom a fejlesztők belátták, hogy felesleges is próbálkozniuk escort funkciók programozásával, ezért a túszok egyáltalán nem fognak minket követni. Így tehát továbbra is egyedül kell megkeressük a kiutat, ami nagyon egyszerű, csak követni kell a textugrázatlan padlót. A legvégén helikopterrel elszállítanak minket, ahol nem elég, hogy előléptetnek, még becsület érdeméremre is előterjesztenek. Micsoda karrier mindössze 6 pálya alatt. Én őszinte leszek veletek, szerintem a Terrorist Takedown 2 a sorozat legjobb darabja. Nyilvánvalóan vannak hibái, továbbra is rövid, lineáris és nem túlságosan változatos, viszont hasonlít a Mogadishura abban a tekintetben, hogy ez is többé-kevésbé tisztességesen össze lett rakva, és ami talán még fontosabb, van egyfajta kis hangulata. Nem azt mondom, hogy egy emlékezetes vagy vérpesdítő élmény volt, viszont korán sem volt az az idegtépő, vadulanyázó session, mint a legtöbb korai City-s FPS-nél. Úgyhogy, ha egy játékot próbálnál ki a Terrorist Takedown sorozatból, én mindenképp ezt a második részt ajánlom, de ez még nem jelenti azt, hogy nincs tovább. Van készült harmadik rész is, amit 2010-ben adtak ki, és ez a máig utolsó darabja a Terrorist Takedown szériának. Rögtön a menüképernyőn megkérdezném, hogy hány szkópot tettek erre a puskára. A válasz az, hogy az összeset. Az intróban láthatjuk ezt a meghiúsult sniper küldetést, és látszólag ismét a közel-keleten járunk, pedig valójában bezárult a kör, hiszen visszatértünk a Mogadishuban látott Szomáliába. Ezt az immár narrációval kísért töltőképernyőkből tudtam meg, úgy néz ki, itt már jobban ráfeküdtek a történetmesélésre. A legelején a City-féle Call of Duty 4 kezdő küldetést láthatjuk. A legelső, ami feltűnt, hogy ha amerikaiak vagyunk, akkor mit keresnek itt a francia GIGN különleges alakulat tagjai? Ami még az elején rögtön feltűnt, hogy piszok nehéz a játék. Megint közepes fokozaton indítottam el, és ez itt most hiba volt. A további szenvedés elkerülése véget nagyon hamar visszatértem az inkább orosz játékokra jellemző kellemesebb easy fokozatra, mert hát... A grafikát illetően még a második résznél elfelejtettem megemlíteni a zavaró bloom effektet, amit itt meg kikapcsolni felejtettem el először. Emberek, ne játszatok bloommal, nem szép dolog. A motor természetesen továbbra is a Jupiter EX, bár itt mintha még szebben néznek ki az egész, a fényeffekteket felturbózták annyi szent. A fegyverek animációi is mintha jobbak lennének, bár az átvezető jelenetek még az előző részhez képest is siralmasak. Ráadásul itt megint megfigyelhető a City-féle újrahasznosítás, az előző részből ismerős Salim ismét visszatér, legalábbis a modellje, egyes tereptárgyak szintén újra lettek használva, és bizonyos ötletek is. Például itt is lesz egy kanyonos pálya, szintén egyértelmű lineáris minőségben, de itt még inkább természetellenesnek hat sajnos.
Persze próbál a játék újítani, és néha sikerül is neki. Például kapunk egy rakás új fegyvert, itt is vannak a korszellemnek megfelelően Call of Duty-féle bullet time-os breach-es jelenetek, a kihajolás mellett itt már fedezékek mögül vakon tüzelhetünk, értelme nem sok van, de érdekes adalék. A pályákon is vannak néha újdonságok, például a hajón egy Geiger számlálóval kell megkeresnünk 3 bombát, lesz DMZ North Koreát idéző fényképezős rész, a legmeglepőbb talán ez a quadon menekülős rail shooter pálya, amit veszek meg, hogyha nem a NOLF 2 triciklis részének átdolgozott változata. Ezúttal egy helyet rögtön 2 lopakodósnak csúfolt pályát is kapunk, és ezúttal, mintha ezek felé egy kis öniróniával tekintene a játék. Great, just the way I like it. All right, Mustang, I'm going in. Wish me luck. Break it. Thanks. So much for going in quietly. I guess can't make any noise. We can't afford to scare him off again. No, really? Yeah, Mustang, I'm going inside. Van egy sötét csatornás szakasz is, ami viccen kívül egész hangulatos lett. Akár éjjellátóval is haladhatunk előre, az ellenfeleket pedig a saját zseblámpájuk buktatja le, és újfent a fényhatások egész szépek. Ezen fölül az ambient és hanghatások is kellően hitelesek és hangulatosak. A pályavégi túsz szituációs jelenet viszont elég fura, ez egyfajta rail shooter rész shooting nélkül, nem egy Price kontra Makarov szín, de a szöveg egész jól meg lett írva, mindez persze beárnyékolja a rákövetkező átvezető jelenet, de ez van. A következő pályán megkapjuk a játék legjobb, illetve leghaszontalanabb fegyverét, ez a géppuska brutálisan jó és meglepően pontos is, sajnos lőszer továbbra is csak az ellenfelek fegyvereihez vehetünk fel, szóval hamar ki is fogytam belőle. Nem úgy, mint az automata shotgunból, ami a legtöbb játékban ütős, itt valamiért 5-6 találatból halnak meg csak az ellenfelek. Ezután jön a kanyonos rész, ahol 90%-ban mesterlövészkedni kell, amíg a lőszerkészletünk tart. Egyedül itt használható igazán a sniper puska, az összes többi pályán hanyagoltam, ugyanis úgy bezúmol, hogy tengeri beteg lesz tőle az ember. A muníció előbb-utóbb persze el fog fogyni, és itt persze nem lehet az őrtornyokba felmászni lőszerért. Ezután egy eléggé lelakott reptéren fogunk kommandozni, egyes elképzelések szerint lopakodni. Hogy megint dicsérjem az audio szekciót, a zene újfent fasza, nem tudom, hogy ez a fémes recsegés a zene része, vagy csak véletlenül passzol a háttérzenéhez, de tök hangulatos tényleg. A reptér irányító tornyához felmászva sniperes rész következik majd, de direkt nem mondtam el, hogy ez már bizony az utolsó pálya, ahol megváltoztathatjuk az intro történéseit. Target in sight. Gotta be him. Ready to go. Taking the shot. Hold your fire. Wait for the informer, dammit. Finally. Informer in sight. Nos, emberek, én nem tudom eldönteni, hogy ez a megoldás zseniális vagy borzalmasan gagyi-e, de tény, hogy ilyen outrót nem sűrűn látni játékokban. A Terrorist Takedown 3 még a 2-nél is rövidebb, szerintem egy laza másfél óra alatt végigjátszható. Vannak benne újdonságok, és mint mondtam, szerintem szebben is néz ki, viszont minden új vagy jobb részre jut egy bénább vagy irritálóbb megoldás is, szóval én továbbra is maradok a második résznél, de még szerencsénk, hogy nem csak ezek a military shooter játékok léteztek. Ez volt tehát a Terrorist Takedown sorozat, én kétlem, hogy ennek lesz a jövőben folytatása, vagy azt, hogy a Battlestrike-nak is lesz, de szerintem a kettő közül ez az a széria, ami kevésbé vérlázító vagy botrányos. Vannak köztük tűrhetőbb darabok is, és a későbbi részek hozzák azt, aminek szánták őket. Arról, hogy ez pontosan mi is, majd a befejező videóban fogok bővebben beszélni. Azért is a Terrorist Takedown játékokkal akartam kezdeni a dolgot, mivel ez az a széria, ami leginkább magába foglalja a City főbb szakaszait, azaz a játékmotorváltásokat, illetve éppen miatt az itt látott játékok jó bizonyítási alapok lesznek a többihez. A történet folytatódik a következő videóban, ahol a másik főcsapás irányról, a Battlestrike sorozatról lesz bővebben szó. Előjáróban annyit mondok, hogy a játékélmény nem lesz annyira kellemes, mint itt. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagy lelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok!